144 új 9. évfolyamos diák kezdi meg tanulmányait itt a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban, így az iskola létszáma már összesen 555 főre nő. A héten alakuló értekezleteket tartanak a pedagógusok, ahol feladatuk a tanév előkészítése, a diákokat pedig szeptember 1-én várják az iskolába. Az intézményben a 2015-16-os tanévben is folytatódnak a törvény szerinti pedagógusi minősítések, valamint idén elindul az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés is. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus 2 óráját 2 szakértő fogja meglátogatni, és meghatározott az oktatási hivatal által előkészített, miniszter által jóváhagyott sztenderdek alapján ez a tanár munkájának, a pedagógus munkájának a szakmai értékelését jelenti tulajdonképpen. Az idei változások nem csak a tanárokat érintik, ebben a tanévben kezdi meg működését a Nyíregyházi Szakképzési Centrum is. Az országban 44 hasonló központ alakult július 1-én. A Nyíregyházi Központhoz 10 tagintézmény kapcsolódik, 8 nyíregyházi, 1 tiszalöki, valamint 1 tiszavasvári szakközépiskola. Az új centrum feladata az intézmények hatékonyabb, összehangoltabb munkájának elősegítése és a térség munkaerőpiaci igényeinek maximális kiszolgálása. Erre minden iskolában egy gyakorlati oktatás szervezőt jelölnek majd ki. A fenntartónk a Nemzetgazdasági Minisztérium és középirányítóként a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal irányítja mi munkánkat. A tagintézmények élén igazgatók állnak, akik teljesen önállóan vezetik, irányítják az intézményt, és én nagyon remélem, hogy a szeptemberi tanévkezdésnél a tanulók nem vesznek majd semmit észre ebből a változásból. A kollégák esetében is úgy gondolom, hogy teljesen zökkenőmentes volt az átállás, hiszen továbbra is ugyanúgy közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Annyi a változás, hogy mindenkinek a munkáltatója a szakképzési centrum. További változás, hogy a szakképzési törvény módosítása lehetővé tette, hogy felnőtt oktatással is kiegészüljenek a szakképző iskolák, így ezentúl egy második képzésen, akár munka mellett ingyen tanulhatnak majd a diákok.